Szeretettel köszöntök mindenkit, akik ezen a szép júliusi estén élőben csatlakoztak hozzánk a Mi Hazánk Mozgalom Telegram csatornáján. Azokat is tisztelettel üdvözlöm, akik a Mi Hangunk YouTube vagy Spotify felületén hallgatják vissza a mai adásunkat. Ezeken az online tereken továbbra is lehetőségük van feliratkozásra, hogy ne maradjanak le a legfrissebb eseményeinkről és adásainkról. Én személyesen a házigazda M. István Dániel vagyok, és ez a Mi Hangunk évadzáró kerekasztal beszélgetése élőben a Telegram felületén, hiszen mi is egy rövid nyári szünetre vonulunk a mostani műsorunk után. Azonban nem leszünk sokáig távol, legközelebb terveink szerint augusztus végén vagy szeptember elején találkozhatnak majd velünk. Pontos időpontért kövessék a Mi Hangunk és a Mi Hazánk internetes felületeit. A kérdéseiket és észrevételeiket, ahogy megszokhatták már, most is természetesen egész adás alatt várjuk a csevegünkben. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a ma este két vendégét, akik a kerti munkálataik és nyári pihenésük mellett voltak olyan kedvesek és időt szakítottak ránk. Először van itt velünk a Mi Hangunkban dr. Apáti István, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit! És már-már visszatérő vendégnek számít Kis Zoltán Nitai, a B-terv önellátó közösség és a B-terv független közösségi oldal alapítója. Üdvözlök mindenkit én is! Követőinknek is feltettünk itt a Telegramon egy kérdést, nem csak a vendégeinknek, amire a mai nap volt lehetőségük válaszolni. Ez pedig így hangzott: ön terveze vagy végzette már háztáji gazdálkodást? A követőinknek a jelentős része, több mint 80%-a végzett már ilyen gazdálkodást, és kevesebb mint 20% mondta azt, hogy nem. Az eredményből egyértelműen látszik, hogy a magyar emberek a városiasodás ellenére továbbra is kötődnek a termőföldhöz és a mezőgazdasághoz. A boltok polcain azonban nagyon elenyésző mennyiségű, jó minőségű magyar élelmiszert láttunk, feldolgozott formában pedig még kevesebbet. Ezek általában külföldön kötnek ki, míg a hazai multik polcain távoli országokból származó gyümölcsöket és zöldségeket láthatnak sokszor a vevők. Kezdjük itt ma a mai beszélgetésünket. Egyrészt mi lehet ennek a kötődésnek az oka a magyar emberek részéről szerintetek, és ti hogyan látjátok a hazai élelmiszeripar helyzetét? István, mint új jelenlévő, kérlek, kezdte a beszélgetést. Nehéz ezt összefoglalni, mert önmagában ez az egy kérdés feszegetné a műsor teljes időkeretét. Megpróbálom röviden összefoglalni. Ez pontosan összefügg azzal hajszál pontosan, amit a Mi Hazánk Mozgalom a Bíradat programjában már megkérdetett megoldásként. Hát az, hogy annak, hogy ilyen kevés jó minőségű egészséges élelmiszer található a magyar boltok polcain, az a egyik legfőbb oka, hogy a magyar földön, vagy magyar állattartás keretében megtermelt alapanyagokat kiviszik külföldre, nagyobb részt ott dolgozzák fel. A színejava kint is marad nyugaton. Sokszor olcsóbban vásárolják meg a 4-szeres, 5-szeres, vagy éppen 8-szoros fizetést élvező nyugat-európai vevők, mint a legrosszabbul kereső magyarok. Ez is egy furcsa ellentmondás. És aztán sokszor a silánya minőséget visszahozzák Magyarországra, is itt dobják piacra, és hát ne fukarkodjunk sem a pozitív, sem a negatív jelzőkkel, sok esetben egészségkárosító, egyenesen rákkeltő anyagokkal teletömött élelmiszereket lehet megvásárolni. Én például senkinek nem tudom javasolni mondjuk a különböző feldolgozott húsok megvásárlását. Nem akarok riogatni, meg drasztikus kifejezéseket használni, de sok esetben azért a gyomor- és bélrendszeri betegségeket is megvásárolja a magyar vevő akkor, amikor a ritka kivételtől eltekintve a különböző feldolgozott húsokat, főleg ezeket a vákumcsomagolt, nitráttal, nitrittel teletömött termékeket megveszi. Egyedüli megoldás az lehet, hogy a magyar földön megtermelt alapanyagokat, vagy a magyar állattartók által tartott tenyésztett állatokat itt dolgozzuk fel a magyar mezőgazdasági feldolgozóipar konzervipar újraélesztésével, és ezek döntő többségét itt dobjuk piacra, amellett, hogy az állam minden létező eszközzel, és megjegyzem, hogy ez az
országos központi költségvetés egy egészen ellenőrző tétele, tehát viszonylag alacsony befektetéssel nagy hasznot lehetne előállítani, támogatná a háztáji gazdálkodást, a szűkebb és a tágabb értelemben háztáji gazdálkodást egyaránt. Zoli, te hogy látod? Hát ugye a kérdés az ugye összetett volt, de hogy az egyik része ugye az, hogy mi ez a kötődés, ugye most megint felfedezhető az elmúlt pár évben, hogy legfőképpen az elmúlt pár évben, hogy a magyar újra a kertje felé fordul. És ugye hát ennek azért volt egy előzménye, ugye az, hogy az elmúlt 100 évben a magyarokat, meg hát világszinten, globálisan ugye az embereket ebbe a fogyasztói társadalomba bepasszírozták, és ugye a parasztság tudatos eltüntetésével próbálták az embereket beirányítani a városokba, és akkor kitölteni az élelmiszeripart, meg minden más ágazatot ugye a multiknak a rendszerével. És ugye azt látjuk, hogy az elmúlt három évtizedet, mondjuk, hogyha visszanézzük, én visszaemlékszek a gyerekkoromra, ott még volt valami kertészkedés, ugye én is püspökladányi vagyok, volt kertünk, mindenki, valamennyi kis konyhakert még akkor volt azért, és aztán utána szépen elkezdtek elkopni ezek a dolgok. Egy 10 éve, vagy 10-15 éve, amikor lement az ember, én is akkor költöztem újra Budapestről vissza vidékre, egy 10 éve, és azt láttam, hogy ugye gazdasak a kertek, vagy pázsit van jó esetben, és mindenki a vidéki, úgymond pozitív értelembe véve parasztság az járta a Tesco-t, meg ugye ez volt az életmód, hogy a kert helyett elmenni, megvenni az olcsó nyugatról behozott silány terméket, ahogy mondta az István is. Tehát itt azt látom, hogy amikor beütött a Covid, akkor volt egy nagy robbanás. Ugye, amikor jött ez a krízis, az emberek realizálták azt, hogy várjál. Mi van, ha a boltban nincs cukor? Mi van, ha a boltban nincs liszt? És akkor az embereknek, én azt mondhatom, hogy talán százezrei, vagy lehet, hogy ott túl pozitív voltam, de emberek tízezrei estek neki újra a kerteknek, és ahogy telnek az évek, ugye ez az elmúlt pár év, minden évben többen és többen nyúlnak hozzá a kerthez. Ez ugye a fő mondani valója, vagy a témája a mai beszélgetésnek, az élelmiszerbiztonság, és én úgy gondolom, hogy ez lesz majd a kulcs, ez lesz majd itt a megoldás, egyrészt egy szuverén állam saját élelmiszer biztonságának is, és hát ugye a minőségi termékeknek is, amit az István mondott, hogy nem mindegy, hogy mit eszel. Tehát, hogy veszel valahonnan valamit, abban nem tudod, hogy mi van, de amit te a kertedben csinálsz, és onnan hozod be az ételt, és teszed az asztalra, akkor az mindig egy megoldás, és azt veszem észre, hogy emberek tömegei kezdik ezt realizálni, hogy alapvetően ez egy biztonsági háló, amellett, hogy élik az életüket, ugye egyre több ember kezdi ezt a B-tervét kialakítani. Nekem is ez volt az eleje ennek az egész B-terves kezdeményezésnek, hogy van egy életem, még Budapesten, tanítok, oktatok, van egy iskolám, és aztán szépen elkezdtem csinálni azt az életet, amit később A-tervre váltottam, hogy akkor kimegyek vidékre, és akkor elkezdtem termelni a saját élelmiszeremet, mindenbe belevágok, amit előtte nem csináltam. Szóval nagyon sokan ébrednek rá manapság erre, és én azt látom, hogy azért láthatjuk ezt a pozitív elmozdulást abban, hogy az emberek, a magyar emberek elkezdenek újra a kerttel foglalkozni, mert ugye ezek az előzmények megtörténtek. Így van, tehát a Covid őrületnek, vagy a Covid nemű világprojektnek, ugye rengeteg negatívumával találkozhatunk, a mai napig tapasztalhatjuk a pusztító inflációt, és sok egyéb káros hatást, amit okozott, nem beszélve közvetlenül az egészségünkbe okozott kárról, de minden kárban van valami haszon, alapigazsága az itt is érvényesült, hiszen nagyon sokan azzal, hogy elindultak tömegesen nagyvárosokból vidékre, vagy a fővárosból az agglomerációba, felfedezték újra a kerteket és az udvarokat, és gyakorlatilag a fa most már nem takarta ki az erdőt, és észrevették azt, hogy valóban egy Isten adta adottságokkal rendelkező agrárnagyhatalomban, agrárnagyhatalom területén
egy-két héten belül éhen halna mindenki, hogyha globális multicégek áruházai bezárnának. Ez ugye egy hatalmas ellentmondás, ez egy feszítő belső ellentmondás. És ugye mit tehet egy parlamenti képviselettel rendelkező politikai párt, ráadásul most, hogy európai parlamenti képviselettel is rendelkezünk, hála Istennek. Megpróbálja először rávezetni az embereket a felvilágosítás, a tájékoztatás eszközeivel élni, és aztán amennyi a lehetőségünkből telik, azokat a lehetőséget kihasználni annak érdekében, hogy akár természetbeni juttatásokkal, akár közvetlen támogatásokkal ösztönözzük az embereket arra, hogy az udvarokat és a kerteket ne csak díszkertnek vagy díszudvarnak használják, hanem legalább zöldségeket, gyümölcsöket termeljenek. Azt hiszem, ez lenne az abszolút minimum elvárás, és ezt meg lehetne fejelni a vállalkozó szelleműeknek azzal, hogy mondjuk a baromfi tartás révén a kisállattartás irányába is elmozdulnak. Természetesen lehet ezt fokozni sertéstartással vagy marhatartással, de annak egyrészt, hogy a lakókörnyezeti, lakóképi települési előírásain túl azért sokkal költségesebb feltételei is vannak. Én azért hoztam fel a zöldség-gyümölcs termelést, mert mondjuk a baromfi tartást, mert ezeket viszonylag alacsony költségvetéssel is meg lehet oldani, és hogyha az állam akár természetben, akár közvetlen anyagi, tehát pénzjuttatással segít, valamilyen ellenőrzés terhe mellett, akkor úgy gondolom, hogy sokakat tudnánk ösztönözni. Nyilván van egy réteg, amelyik akár nagy méretű udvaron sem lesz hajlandó semmit termelni, de úgy gondolom, hogy minimum 100 000-es nagyságrendben vannak azok az ingatlan tulajdonosok, akik szeretnének valamit elérni, és rájöttek arra, hogy a vegyszermentes, vagy a lehető legegészségesebb módon előállított élelmiszerek azok sokkal egészségesebbek, sokkal táplálóbbak, sokkal kevesebbet teszünk, és mégis nagyon jól lakunk. Nekem Székelyföldön vannak ilyen élményeim, hogy lényegesen kevesebb, kisebb mennyiségű élelmiszerrel is tartósan jól lehet lakni, nem véletlenül. Nagy igazság, hogy abból leszünk, amit eszünk, és hát ez igaz az egészségre, vagy igaz a betegségre is, és az is igaz, és a tudomásról kell venni mindenkinek, hogy aki nem hajlandó áldozni az egészségére, az előbb-utóbb kénytelen lesz áldozni a betegségére, vagy a betegségből való kigyógyulására. És megjegyzem, hogy nem csak azért lehet fontos mondjuk a háztáji gazdálkodás, akár egy néhány száz négyzetméteres udvaron, vagy akár egy ugye vidéken, kis településeken gyakran látunk több ezer négyzetméteres, néhány tized hektáros udvarokat, kerteket, ahol egyébként akár a háztáji mérettől, vagy mennyiségtől jóval többet is lehet termelni, megjegyzem, tehát egy árucserekkereskedelemre, barterezésre ismét be lehet állni, hiszen ez a túlélés egyik záloga lehet. Fontos azért is, mert rendeltetésszerűen használjuk a testünket, tehát mozgunk, tehát azért az ember nem arra tervezték, vagy nem arra való a testünk, hogy állandóan autóban üljünk, vagy tömegközlekedési eszközön, vagy éppen egy íróasztal mellett, tehát a mozgás hiányt is lehetne ezzel pótolni. Arról nem beszélve, ez is személyes tapasztalat szerintem, aki hozzáfogad már éhez meg tudja erősíteni, hogy az embernek a lelke is sokkal jobb állapotba kerül, hogyha meg sikerélményeink vannak, azt látjuk, hogy amit elültettünk, gondozunk, trágyázunk, kapálunk, öntözünk, stb., az szépen növekedik, megindul teremni, aztán a termésnek lesz egy egészséges színe, és mennyivel jobb az íze, amikor elfogyasztjuk. Biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott, aki ezt a beszélgetést hallgatja, mindenki találkozott azzal a borzasztó élménnyel, amit ritka kivételtől eltekintve, hogy megveszünk esetleg egy multinál, akár zöldség formájában, vagy zöldségként, annak gyakorlatilag ugyanaz az íze. Tehát ugyanaz az íze a reteknek, a hagymának, a paradicsomnak, a paprikának. Persze hát a kőzetgyapotól nem terem meg rendesen, tehát nem a kőzetgyapot a természetes termőterület ezeknek a zöldségeknek, vagy gyümölcsöknek. Tehát számos jótékony hatása van, nem csak a közvetlenül a szervezetünkre, a testünkre gyakorolt hatása, mert tele van vitaminnal, ásványanyaggal, nyomelemekkel, hanem azért is, mert mozgunk, azért is, hogy visszatalálunk a természethez, a természetes életformánkhoz, azzal foglalkozunk, amire a teremtett rendszerint valók vagyunk, és hát ugye az a lelki egészségjavító hatás, ez mind-mind pénzben kifejezhetetlen érték. Ezt igazából azt tudja megtapasztalni, aki már végzett ilyen munkát, mennyivel jobb a közérzetünk, feszültségmentesített, nagyon hosszan sorolhatnám a háztáji gazdálkodás jótékony hatásait, akár nagyon kicsiben, tehát tényleg akár ilyen kísérleti jelleggel, akár pedig nagyban, mint hogy fontos lenne a mi hazánk szerint az is, hogy az általános iskolai, vagy akár a középiskolai oktatásba visszahozzuk azokat, amely a úgynevezett gyakorló kerteket, annak idején ott Mifeling Csengerben így hívták ezeket a
gyakorló kerteket, ahol főleg zöldséges gyümölcs termelésre tanították a gyermekeket. Megtanultuk az alapokat. Megtanultuk az alapokat, hiszen bár nem egy lehetetlenül nehéz feladvány, de azért mindent ezt is meg kell tanulni, ebben is ki kell művelni magunkat. Aki esetleg állattartásra adja a fejét, az már egy nagy lépést tesz előre, hiszen tudjuk azt, hogy főleg a nagy állattartás esetében az egy 365 napos tevékenység, tehát ott nincs szombat, nincs vasárnap, ott korlátozottak a szabadság lehetőségei, nincs húsvét, nincs karácsony, tehát az állatnak minden nap enni kell, inni kell adni, tisztán kell tartani, úgyhogy az már egy nagyobb küldetés, vagy merészebb vállalás, de hogyha odáig eljutnánk, amit az előbb említettél Zoltán, hogy újra zöldségeket, gyümölcsöket termelnénk a kertekben, és legalább az általam már többször említett baromfitartásig eljutnánk, és újra benépesülnének, rendeltetésszerű használatra kerülnének a magyar kertek, amelyeket én is megtapasztaltam gyerekkoromban, és aztán láttam felnőtt koromban ennek a hihetetlen leépülését, akkor már egy nagyon nagyot lépnénk előre. Szóval pontosan az önellátással, az önállóságról való leszoktatásunk és a függőségünk kialakítása az elmúlt 34 év nem egyetlen, de egyik legnagyobb bűne. Az, hogy a parasztságot tönkretették, ahogy mindenféle értelmetlen adminisztratív előírásokkal próbálták kiszorítani a gazdasági térből a parasztembereket. Kérdezem én, hogy milyen jogon tegye azt az Európai Unió vagy bármelyik tagállam. Tehát ráadásul rengeteg olyan lehetőség van, ami igazából nem kerül pénzbe. Tehát ugye minden a pénz körül forog, pénzközpontú világban élünk, de rengeteg olyan lehetőség van, amely vagy egy forintba se kerülne, vagy minimális költséggel rendkívül nagy pénzbeli és pénzben ki nem fejezhető haszonnal lehetne folytatni azt a tevékenységet. István, itt többször említetted az állattartást, és hát nem tudom, hogy mennyire hallottatok itt az utóbbi hetekben egy pontosan az állattartást is érintő, illetve hát a Covid-hoz talán egy picikét hasonlító járvány feltűnéséről, a madárinfluenzáról van szó. Mi a véleményetek erről? Ezek mennyire lehetnek veszélyesek a baromfi állományra, az emberekre, tehát hogy úgy egyáltalán ti hogy látjátok a madárinfluenzát? Kezdjem? Igen, arra várok Zoltán, hogy mondani. Nem akarom mindig magamhoz ragadni a szót. 34 év vegetáriánizmus után mondjuk úgy, hogy engem nem érint az a történet, de nyilvánvalóan természetesen abszolút... Én úgy gondolom, hogy ezek mind kreált dolgok. Tehát itt, ami a hátránya, az az előnye is, én mindig úgy szoktam nézni azt, hogy amikor tudatosan akarnak beomlasztani egy rendszert, nyilvánvalóan ez történik most. A pénzrendszer tudatosan akarják beomlasztani a gazdaságot, tehát hogy létre tudják hozni ezt a világ, kormány, stb. Ezt már rengeteget beszéltünk erről, ez mind a része ezeknek a dolgoknak, hogy hogyan szüntessék meg azt a történetet, hogy te otthon csinálj valamit. És akkor majd megszüntetik azt, hogy te nem termelhetsz zöldséget, neked nem lehet csirkét, stb., hanem hogy meg kell venned a megfelelő forrásból tőlük. Tehát ez egy abszolút egy olyan dolog, ami ellen tiltakozni kell, és mindenféleképpen az embernek meg kell alapoznia azt, hogy a saját életében a saját maga lábára tudjon állni. Mert egy olyan társadalom tud valami ellen föllépni, aki már nem függ. Tehát ezt meg kell érteni, hogy a függésünket kell megszüntetni. És itt például az, hogy kosárközösségek, kisközösségek, országos hálózata létrehoz egy olyan alternatív gazdaságot, ami megteremti azt a fajta élelmiszer biztonságot, hogy nem függünk, akkor itt egy nagyon komoly lépés lehet tenni. Addig, ameddig mi be vagyunk kötve ebbe a multinacionális élelmiszeriparba, meg ugye a kereskedelembe, és nagyon függünk attól, hogy mit veszünk, vagy mit nem veszünk, akkor meg tudnak velünk csinálni bármit. Tehát én mindig azt látom, hogy a kulcsa az, hogy tömegeket kell összeszervezni, összehozni hasonló céllal, és valahogy megteremteni így az anyagi alapokat. Tehát az, hogy legyen meg a saját életünk biztosan, egyénileg, az élelmiszer ellátás szintjén,
és akkor utána már nagyon nem tudnak zaklatni bennünket dolgokkal. Arra már minden másra lehet húzni, akár a magánpénzrendszertől kezdve, nagyon sok minden. De itt az alap az mindig a létfenntartás. És hogyha akkor függetlenek tudunk lenni, akkor kevésbé, tehát sokkal immunisabbak leszünk az ilyen jellegű támadások irányába. Tehát én ezt abszolút úgy látom, hogy ez egy provokált történet, emögött nagyon komoly indokok vannak, és ez ennek ellene kell menni azzal, hogy függetlenné válunk, mert akkor tudunk nemet mondani. Pontosan így van, az összes fogyasztás, ellenesen amikor baromfi hústermékek fogyasztását és az összes hasznot be akarják csatornázni a globális cégek saját magukhoz. És több országban hallottunk, meg tudunk olyanról, hogy ahogy az most az előbb elhangzott Zoltán szájából, hogy kifejezetten tiltják, üldözik, bírságolják azokat, akik háztáji gazdálkodást szeretnének folytatni, mondva, hogy az veszélyes, egészségtelen, ellenőrizetlen. Ennek igen, és a klímára is veszélyes, bocsánat, csak hogy ide kapcsolva. Tehát Dániában például büntetni fogják az állattartást az üvegházhatású gázkibocsátás ürügyén. Tehát büntetést kell fizetni minden szarvasmarha tartónak, csak hogy ide kapcsolva. Igen, ez már a szárnyaló fantázia tárgykörébe tartozik, és hát ismerek olyan magyar és európai parlamenti képviselőket, nyilván nem a mi hazánk pacsoraiból, akiket érdekelne az az anyag, aminek hatására ilyen őrültségeket lehet mondani. Tehát az ilyen anyagok napi használata, hogy próbáljuk egy kicsit humorizálni, hiszen nyilvánvalóan nem a szarvasmarha tartás, meg a szarvasmarha trágya, meg nem a háztáji növény termesztés, vagy háztáji állattartás a környezetszennyező, nem ez veszélyes a klímára. Az egyik legnagyobb környezetszennyező körbe a divatipari multicégek tartoznak, ezt talán kevesen tudják, vagy éppen a kőolajkitermelés, vagy a kőolajat, meg egyéb termékeket szállító nagy tankerhajók szennyezése a sokkal veszélyesebb, vagy éppen akár a légi közlekedés a sokkal veszélyesebb. Ehhez képest a szarvasmarha tartás, meg a háztáji termelés az egy elenyésző töredék. Ehhez képest azonban ugye a totális médiahatalommal visszaélve megpróbálják nekünk azt bemesélni, meg tiltani, meg a tiltást indokoltá tenni, hogy azt teszi tönkre a bolygót, vagy ami még a bolygóból megmaradt, hogyha mi otthon mondjuk zöldséget termelünk, vagy gyümölcsöt, vagy állatot tartunk, vagy szarvasmarhát tenyésztünk, akár nagyüzemi körülmények között, ez egészen elképesztő butaság. Nyilvánvalóan, amíg nekünk, meg amennyi lehetőségünk van, minden ilyen tiltás ellen a leghatározottabban tiltakozunk, a leghatározottabban fölemeljük a szavunkat, hiszen ez egyetlen érdeket szolgál csak a globális multicégek érdekeit, és igaz, hogy napi szinten nem veszek részt a politikai tevékenységem miatt a családi gazdaság tevékenységében, de hát ugye napi kapcsolatban vagyok a családommal, a szüleimmel. Folyamatosan azt látom, hogy egy túlélő harc zajlik, egy örökös túlélés, ami sokszor a teremtő energiáktól vesz el az erőt meg az időt. Számtalan buta adminisztratív előírással kell megküzdeni a magyar paraszt embereknek, vagy a magyar gazdálkodóknak, és sokszor arra jut a legkevesebb idejük, amire a legtöbbre lenne szükség, tehát hogy magát a termelő tevékenységet el tudják végezni, hiszen a papír papírozását, az adminisztrációját is el kell végezniük, és folyamatosan aknákat kell kerülgetni, hogy különböző hatóságok ne büntessék őket meg. Ráadásul ugye folyamatosan szabadságharcot kell vívni a vízhasználatért, a vízjogi engedélyek gazdasági méretben elképesztően sok pénzbe kerülnek. Arról nem beszélve, ez is egy óriási probléma, és ezért fontosak a kosárközösségek, ezért fontos a belső fogyasztási rendszer, ha lehet így nevezni, belső fogyasztási rendszer kialakítása. Hát, hogy azokat a különböző pénzügyi meg egyéb forrásokat belül cirkuláltassuk a magyar társadalom és a magyar termelőkön belül, és a haszon is itt csapódjon le, hiszen nincs felvevő piac sok esetben, vagy ha van felvevő piac, van felvásárlás, akkor az akár egy felvásárló maffia keretein belül történik. Kimondva kimondatlanul árkartélbe tömörülnek a felvásárlók, és annak ellenére, hogy mondjuk a termelési költségek minden eleme a többszörösére emelkedett az elmúlt 4-5 évben, a felvásárlás árak megrekedtek a 8-10 évvel ezelőtti szinten. Hozzáteszem, hogy most egy kicsit elléptünk a háztáji gazdálkodás szintjétől. Ez mondjuk a kis és közepes családi gazdaságok szintje, amiről én beszélek, legalábbis a gyümölcs termesztés vonatkozásában. Nekem konkrétan az almatermelésről, ugye a keleti határ mentén az almatermelésről vannak fogalmaim vagy elképzeléseim.
de ez a kis közepes családi gazdaságok szintje, minden létező módon megpróbálják ezeket a családi gazdaságokat tönkretenni. A cél nyilvánvalóan az, hogy amikor lepadlóztatták ezeket, akkor fölvásárolják a Csányi Sándorok és a hozzájuk hasonló nagybirtokosok, vagy oligarchák, vagy nagygazdák, hiszen akkor kell felvásárolni, amikor minden a padlón van, és akkor kell megvenni ültetvényeket, egyébként jófélszeret ültetvényeket, amikor a legolcsóbban hozzá lehet jutni. És hozzáteszem, hogy ez talán ritkán hangzik el, hogy a családi gazdaságok szintjén normális felvásárlási árak megléte esetén jelentősen csökkenne az uniós támogatásoktól, a normatív és pályázati uniós támogatástól való függőségünk is, ami örvendetes lenne, hiszen minden, ami függésbe taszít, minden, ami az önállóságunkat csorbítja, az kifejezetten rossz, és ennek kimondva vagy kimondatlan az egyik legfőbb oka a felvásárlási lehetőségek szűkös volta, és a közel-keleti, közép-ázsiai, vagy mondjuk ki, bármi a szentségtől is az orosz piac hiánya, komoly érdeklődés mutatkozott mondjuk a magyar zöldség és gyümölcs, magyar zöldségekre és gyümölcsökre jóval a háború kitörése előtt is, de már akkor is embargó sújtotta ezeket a termékeket, és ez nem politikai kérdés, ez egyszerűen gazdasági, meg észszerűségi kérdés, persze hát át lehet politizálni, meg át is politizálják, azt én tudom, viszont létszükséglet lenne a magyar termelők számára, akár egyébként a nagyobb volumenben termelő háztáji termelők számára is az, hogy tisztességes áron tudják eladni a termékeiket, amiket mondjuk egy belső fogyasztási rendszerben már nem tudnak értékesíteni, mert esetleg olyan mennyiségben állítják, vagy termelik meg, vagy állítják elő. De ezeken a 8-10 évvel ezelőtti felvásárlási árakon 2-3 éven belül tönkre mennek a gazdaságok, aztán ez sem szolgál semmi másnak, csak a globális multiknak az érdekeit, ezt is meg kellene akadályozni, legfőképpen az új piacok megszerzésével, amit ugye a méz piac kapcsán közel-kelet irányában mi hazánk elnöke már meg is próbált kialakítani. Egy érdekes dolog jutott most az eszembe, hogyha itt ehhez becsatlakozhatok, hogy ugye itt mindig különböző problémák merülnek fel, mint ahogy az István is mondta, hogy az eladás az egy probléma, hogyha valaki nagyban csinál valamit. Na itt pont az önellátó közösségi rendszerekben pont az a lényeg, hogy ezt az ipari élelmiszer termelést ezt igazából el kellene hagyni. Mint ahol vissza kéne menni pár száz évvel ezelőtt, hogy ugye a birtok akkora legyen, amennyivel elbirtok, ugye ez a motto, és hogy a kis családi gazdaságok, amit termelnek maguknak, az azon túli fölösleget csereberélik el. És hogyha egy egész ország ebben működik, akkor nincsen szükség olyan gazdaságokra, ahol 80 ezer hektáron termelnek, és akkor utána azt próbálja valahol eladni, mert ahhoz kell egy olyan nagy piac. Kosárközösségi rendszereken, én úgy gondolom, hogyha a kosárközösségi rendszereken belül, akár egy pár falun belül el lehet adni azt a plusz terméket, ami ott van, és mindjárt, és mivel, hogyha mindenki termel az egész országban, gazdagság van, nincs gond azzal, hogy utaztatni, mert nem kell messzire vinni, nem kell vevőt találni, mert egy közösségen belül automatikusan, organikusan szerintem kialakul az, hogy valaki ezt csinál, valaki azt, és utána megy egy cserebere. Tehát, mint ahogy régen volt, nekünk csak vissza kellene menni a gyökereket, hogy hogyan csinálták 200 évvel ezelőtt, és szerintem ez arra kellene törekedni, hogy minél jobban szét legyen szorva a termelés. Tehát, hogy ne legyen centralizálva, mert minél nagyobb mértékben gondolkodunk, akkor annál jobban megmutatható, befolyásolható, manipulálható akár a tulajdonos, stb. Tehát az egész gazdaság azon függ, hogy mint egy decentralizált rendszer, mindenhol termelnek, és egymás között csereberélnek, tehát nem kell nagyon-nagyon utaztatni dolgokat. Szerintem erre kellene visszaállni, meg még egy másik dolog jutott még az eszembe, az, hogy ugye ezek a különböző problémák, amik fölmerülnek, ez mindegyiknek a gyökere az az, hogy van egy rendszer, ami nem akarja a kontrollt kiengedni. Na most a kontrollt, hogy hogyan lehet elvenni egy rendszertől, egy rendszer addig erős, ameddig vannak felhasználók. Ugye van egy gazdasági ilyen statisztika, hogyha egy rendszerből a 30% felhasználó kilép, akkor az a rendszer az összeomlik. Ezt már szerintem a múltkori videóban valamikor mondtam, vagy nem tudom, valahol, valamelyik videóban pont mostanában ezt mondtam, hogy például tegyük fel, van egy város, van egy áruház, ott van évek óta, van egy X mennyiségű vásárlója, és hogyha az a 30% átmegy egy másik új üzletbe, akkor onnan az az áruház el fog tűnni. Tehát ez ugyanígy van a pénzvilággal, ugyanúgy minden hatalmi rendszert úgy lehet úgymond
inaktívvá tenni, hogy összeszerveződik egy tömeg, aki egy párhuzamos alternatív gazdaságot kezd el működtetni, és elkezdi nem használni azt a rendszert. Tehát azzal lehet gyengíteni, tehát itt minden ilyen problémát ezzel tudunk, mindennek az a lényege, hogy egy tömegnek kell szerveződni, ami nem megtörhető, és akkor van egy közös értékrend, egy közös irány, és akkor kimozdulni abból a másik rendszerből. Tehát ez a paradigmaváltás kell az emberek fejében, hogy a rendszerből ki kell jönni, mert akkor tudjuk elgyengíteni, akkor nem tudnak ránk hatni azzal, hogy ilyen influenza, hogy adom el, stb. Kereskedelem. Tehát ez én úgy gondolom, hogy mindenhol ezt kéne propagálni, hogy az emberek szerveződjenek, és amit lehet, rendszeren, a rendszer mellett azt tegyék meg. Igen, hát a városban élőknek esetleg erre lehetne az a válasza, hogy jó, hát én szeretnék magyar termékeket venni, úgymond a piacról, vagy akár termelőtől, de nagyon sok esetben azt tapasztalják, hogy a multik polcain lévő zöldség és gyümölcs a jelenlegi gazdasági viszonyok közepette elérhetőbb számukra, úgymond, mert egy jelentősen olcsóbb terméket kapnak. Gyakorlatilag, hogy mivel lehetne ezt a fajta hát különbséget orvosolni, balanszolni? Hát például a minőséggel és mondjuk az ízvilággal, tehát az van, amit számtalan szó tapasztalunk, hogy egy ízűek a különböző zöldségek, gyümölcsök, vagy ha van is valamilyen néven nevezhető ízük, az meg sem közelíti a gyerekkori élményeinket. Hát azért azok a paradicsomok, amelyeket gyermekkorunkban ettünk, azok fényévekkel előrébb jártak a mostaniakhoz képest, és az igaz, azokra rendszerint nagyon drága, multipolcokon elérhető luxus paradicsomokra, amelyeket már viszont most is aranyáron adnak, tehát még azt sem lehet mondani, hogy olcsóbb lenne. Én azt gondolom, hogy a legtöbb honfitársunknak először ugye a fejében kellene rendet tenni, vagy ahogy elmondta Zoltán, az információkat kellene célba juttatni. Hát a fejben elindított változások ugye jelentik a nulladik lépést, és kimozdulni a kényelemből, a komfortzónából, mert azért a globalizmus egyik legveszélyesebb vonása, vagy tulajdonsága, hogy rendkívül módon elkényelmesíti az embereket, és ugye annyi kényelmi szolgáltatás, kényelmi vagy komfort eszköz áll rendelkezésünkre, hogy alig kell kimozdulnunk, nem kell fizikai aktivitást tennünk, nem kell dolgoznunk szinte már, házhoz jön minden, nem kell elmenni a postára sem, elég kicsoszogni az ajtóig, vagy a kapuig, és akkor azonnal jön minden, tehát a kényelmet, a komfortot kellene kicsit, vagy akár nagyobb mértékben feladni, és biztos vagyok benne, hogy a legtöbb, az a jó hír, hogy a génjeinkben azért megvan ez a paraszti vonás, vagy paraszti tulajdonság, a szó jó értelmével, mert ugye ez is egy külön történet, hogy Magyarországon a paraszt szónak az elmúlt évtizedekben egy komoly pejoratív értelmet tulajdonítottak, vagy ilyet társítottak hozzá. De azért a legtöbb, akár városlakó honfitársunk génjeiben ott motoszkál, csak külvilág inger kérdése, hogy ez kiütközik-e. És ha megtapasztalnák azokat a sikerélményeket, amelyekről az előbb már beszéltem, akkor szerintem rögtön másként állnának ez az egészhez. Illetőleg, hogyha egy kicsit elmélyülnének abban, hogy milyen beltartalmú termékeket fogyasztanak a multi polcairól, azokról a polcokról is, amelyeket jobbnak gondolnak, holott azok sem jobbak, akkor talán mélyen elgondolkodnának, vagy ha megnéznék a betegségi statisztikákat, akkor talán, vagy akár csak a saját családjuk körében az általános egészségi állapotot, és annak a lehetséges kiváltó okait, akkor is elgondolkodnának. Még egy gondolat erejéig visszatérve a madár influenzára, hát nyilvánvalóan ez már nem csak egyszerű adminisztratív, hanem akár egy a fizikai megvalósításában, ugye a varonfi kényszervágásában végvitt, mégiscsak jogi vagy globalista eszköze annak, hogy hogyan tegyenek tönkre termelőköröket, akár a háztáji méretben termelőket, akár a ettől nagyobb volumenben termelőket, ezzel is elvéve az emberek kedvét attól, hogy bármi ezt hozzá kezdenek, hiszen én azt tapasztalom, főleg a COVID időszak óta, hogy javítsatok ki, ha tévedek, tehát lehet velem, sőt kell is velem vitatkozni, és ebben szinte az élet valamennyi területét bele kell érteni. Én ezt tapasztalom a gazdálkodók körében, a vállalkozók körében, ugye Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke vagyok, tehát főleg vállalkozókkal van jelentős mértékben kapcsolatom. Egybehangz az a vélemény, amit röviden úgy lehet összefoglalni, hogy lassan akár a magyar kormány, és nyilván a mögötte vagy mellette lévő globalista körök olyan helyzetet állítanak elő, hogy ebben az országban
szinte már semmit nem érdemes csinálni, vagy csak nagyon kevés dologhoz érdemes hozzákezdeni. Nem csak a parasztembernek a termelési kedvét vették el, sok esetben az életkedvét, és ugyanez igaz a vállalkozókra, a vállalkozói kedvre, vagy a vállalkozói hajlandóságra, hiszen oly mértékben kötöttek a lehetőségek, hogy nagyon, nagyon kevés honfitársunk mer hozzákezdeni nagyon kevés vállalkozói tevékenységhez, hiszen jó esélye belebukik, és elbukja a belefektetett pénzét. Ez teljesen abnormális egy olyan országban, ahol ennyire kreatív emberek élnek, ez teljesen abnormális egy olyan nemzetet tekintve, amely a leleményességének, meg a szellemi képességének köszönheti jelentős mértékben azt, hogy például mi ebben a műsorban most magyarul beszélünk, és meg tudtuk őrizni a magyarságunkat így hosszú éven át ennyi sok veszedelmen keresztül verekedve magunkat. Ezek az eszközök sokkal veszélyesebbek, amikor vívtuk a háborúinkat a történelem során, akkor legalább nagyjából tiszta volt, hogy ki van velünk és ki ellenünk. A globalista ellenség az sokkal alattomosabb, a médiát tekintve, a pénzügyi világban kifejtett hatásokat tekintve, gondoljunk itt csak a készpénzvédelem fontosságára, hogyha most tehetünk még egy lépést, szintén egy kicsit oldalirányba, de talán részben ez is összefügg. De amíg a fejekben nem lesz rend, és amíg nem nyílnak fel a szemek, addig nagyon nehéz lesz ezeket a hőnállított kosárközösségeket is nagy volumenben kialakítani, de bízom benne, hogy ez a minden kárban van valami haszonélve, ez pontosan ebbe az irányba fogja elindítani az embereket, és hogyha nehogy Isten ez a madárinfluenza, vagy bármilyen más baktérium vagy vírus egy úgynevezett újabb kreált világjárványba csap át, és megpróbálják újra lejátszani azt a filmet, amit egyszer már végignéztünk, akkor talán sokkal nagyobb mértékben kapnak a fejükhöz az emberek, hiszen bízom benne, egyrészt, hogy nem kerül erre sor, de hogyha mégis, akkor sokkal szilajabb ellenállást fejtünk ki, hiszen azért ennyire rövid időn belül egy újabb esetleges világjárványal fenyegettem, ugye folyamatosan fölröppennek ezek a hírek, hogy ezek a próbaüzemek, ezek a kísérleti projektek majd egy újabb úgynevezett világjárvány nevű projektbe csaptak át, akkor nyilvánvalóan akár politikai eszköztárban más eszközöket is fel kell villantanunk, és reméljük, hogy sokkal nagyobb tömegű ember, sokkal nagyobb létszámban lényegesen hamarabb lép a egyén és kollektív önvédelem talajára vagy harcmezejére, hiszen még egyszer azt eljátszani velünk, amit 2020-21 tájékán, vagy 2020 márciusától, mondjuk 2022 februárjáig elkövettek ellenünk, az a társadalom részéről a döntéshozók irányában nem maradhat büntetlenül, ha ezt még egyszer megkísérlik elkövetni. Én is reagálnék akkor erre a kérdésedre, Dani, én most visszaugranék ugye az alapkérdéshez, hogy mondtad, hogy olcsó a multinál a termék, és hogy sokkal drágább egy minőségi termék. Hát én ezt pont azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben ez nem így van. Ez csak azért van így, mert egyrészt több viszont eladót beraknak, tehát a termelőtől mire eljut, akkor az mindenki akar rajta keresni. Na most ez abszolút ki van zárva, amikor egy közösségen belül te viszed a mézet és hozod a cukinit. Tehát ez abszolút ki van véve. Budapesten a belvárosba tapasztalom egyébként. Ez csak hogy legyen tiszta ez a történet, hogy most vegyük a mézet, mert ugye említette István a mézet. Volt egy barátom, aki hol is valahol ott Békés Csaba környékén egy méhészete van, és egy előadásomon jött oda hozzám, hogy van neki méze, rengeteg rajta maradt, 600 forint per kilóért akarják tőle átvenni. Volt valami 18 darab, 120 literes akác, 6 darab, ez 6, rengeteg volt. És mondta, hogy 600 forintért akarja átvenni ugye az állam, vagy a nem tudom, kik veszik át a mézet. De lényeg... Így van, és akkor megnéztem, hogy akkoriban a méznek, most lejjebb ment a méz megint, de ugye volt, amikor a szarlidülös méz utánzat is volt 3500, ami azt se tudjuk, mi van benne. Most van megint valami 2000 környékén van egy ilyen kis... talán kilós méz, és hogyha a termelő azt mondja, hogy
ő, neki az is jó, hogyha 2000-ért adja el, ugyanannyi, mint a Lidl-be, de közvetlenül tudja valakinek adni, és hogyha az emberek elkezdenek gondolkozni azon, hogy a Lidl-ben megveszem 2000-ért a kínai cukrozott vizet, besűrítve, vagy megveszem a termelőtől a minőségi mézet, akkor nem kérdés, sőt, még olcsóbban is fogja tudni adni, ha megvan a megfelelő szisztéma, hogy hogyan adja el azt a mézet. És ugye akkor pont, egyébként pont akkor beszéltem is a Szakács Árpival, mert ugye a Böbe a felesége, ő csinálja a Velencei Kosárközösséget, hogy tudnak-e segíteni neki abba, hogy, hogy ezt valahogy az országban széthordják, és egyszerűen csak kellene egy ilyen rendszert csinálni, hogy legyenek autók, amik körbe mennek, és akkor itt felveszi, ott leteszi, és akkor szervezés, minden szervezés kérdése, el lehet adni mindent, és hogyha a termelő közvetlenül adja el a vásárlónak, akkor itt nagyon jó árakban lehet, olyan árakban tudunk dolgozni, hogy, hogy nem tud, még a multi sem tud vele vásárolni. Emlékszem, amikor az évek alatt nálam például a cukkini az olyan, meg a paradicsom, hogy az csak dől le, és egyszerűen nem tudom ajándékozni, annyi jön le. Tehát bármi, amit én azt fogom, és azt mondom, hogy ugyanannyira adtam el a cukkinit bizonyos években, mint amennyire a vegyszeres cukkini volt a Tesco-ba. És tőle megvitték a vegyszermenteset úgy, hogy akkor szedtem le és vitte el. Mert már annyi volt, hogy nem akartam eladni, csak egyszer annyi volt, hogy mondták, hogy odaadom ajándékba, nem, de ők megveszik, jó, akkor vedd meg. Tehát itt nem, nincs, én úgy gondolom, hogy ez megoldható, hogy csak nem egy olyan dologról van szó, ami a minőségi termékhez nagyon nagy pénzbefektetés kell, hogy az minőségi legyen. Szerintem a legtöbb esetben ez megoldható, ha ki vannak ittatva ezek a köztes viszonteladók. Igen, ők pedig ugye minden befolyásukat, meg érdekérvényesítő képességüket annak érdekében vetik latba, hogy ne tudjuk őket kiiktatni, hiszen ők ebből tudnak hízni, és extra profitot termelni. Egy szóba került egyébként a méz, pont a Mi Hazánk ugye elnöke Torockai László a méz kapcsán keresett új piacokat, és van is most erre egy elképzelés, hogy a magyar termelői portékákat külföldre hogyan lehetne nagyon jó áron értékesíteni. Ezzel kapcsolatban egy pár szót tudnál mondani, hogy miről szól ez, István? A jelen legjobb tudomásom szerint egy 20 000 tonna körüli mézről is szó lehetne, mondjuk a legkedvezőbb forgatókönyvet tekintve, és ezeket azokban a közel-keleti országok, ezek azokban a közel-keleti országokban lehetne értékesíteni, ahol mondjuk nem okoz gondot olyan tőkét biztosítani, ami ilyen volumenű felvásárláshoz szükséges. Tehát tőkében gazdag, de termőképességekkel vagy termelőkapacitással nem rendelkező országokról beszélünk, tehát amelyek mondjuk akár kőolajban, földgázban, vagy különböző befektetési lehetőségekben bővelkednek, de az éghajlati, meg a talajadottságok miatt fogalmilag kizárt, hogy ott értelmezhető mondjuk méz termelés megtörténjen, de ugyanez igaz lehet a magyar mezőgazdaság számos területére, hiszen ezekben a közel-keleti országokban azért a legtöbb zöldség vagy gyümölcsfélét nem lehet előállítani, ugyanígy az előbb említett okok miatt. Ismeretem szerint novemberben kerül sor egy ezzel kapcsolatos konferenciára, vagy jelentősebb találkozóra, és nagyon remélem, hogy a következő évtől a gyakorlati megvalósítás is elindulhat. A részletek ismertetésével azonban mindenképpen megvárnám a pártom elnökét, Torockai Lászlót. Hogyha ez lehet fűzni, akkor ehhez fűznék én is. Én teljesen más perspektívából nézem ezt az önellátás dolgot. Próbálom egy kicsit a képet úgy nézni, hogy itt mi a predesztinálható jövő. Tehát itt, hogyha ezt elkezdjük kielemezni, hogy akár a pénzrendszer, az egész fogyasztói társadalom, a szociális struktúrája a társadalom, minden abban az irányban megy, hogy ez a rendszer ez teljesen be fog dőlni, és itt egy olyan krízis jöhet, hogyha az egyik részét kiveszed a kártyavárnak, akkor borul az egész. Tehát bármelyik oldalról meghúzod, össze fog dőlni, és itt én úgy gondolom, hogy itt, hogyha hosszú távban gondolkozunk, akkor én semmiféleképpen nem abban gondolkoznék, hogy valahol a több ezer kilométerre adjunk el valamit, hanem próbálnék arra koncentrálni, hogy a magyar piacon is megvennék, csak ugye ki kéne hozni a Lidl-ös embert a Lidl-ből, a Tesco-t a Tesco-ból,
És ugye megint ugyanaz a történet, hogy megvan-e szervezve az az áruellátás. Egyébként most volt egy nagyon jó kezdeményezés, egy bioáruházzal találkoztam, és az a nevük is, hogy bio egyébként, egy óriási bioáruház, és ők felajánlották azt, hogy azon túl, hogy mondták, hogy a B-tervesek jöhetnek, és nagy áron vásárolhatnak ugyanúgy, mint egy biobolt, azt mondták, hogy bármilyen terméknek akár az engedélyeztetésébe is, hogyha az a termék minősége, akkor abba be tudják venni, tudnak segíteni az engedélyezésbe, és országos kiszállítás van. Tehát ez egy óriási előrelépés, például egy ilyen egyezmény egy olyan csapattal, akik azt mondják, hogy oké, akkor én ki tudom vinni neked oda, beveszem, még engedélyezem is, hogy sokaknak ez probléma az engedélyeztetés, hogy jaj, most azért, ha nem tudom, csinálok egy kis házi szappant, egy kis szörpöt, ezt az, de hogy tök jó minőségű a termék, akkor ők ezt beveszik, engedélyezik, és akkor beteszik a webshopba, és már viszik is ki. Tehát én mindenféleképpen hosszú távon én abba gondolkoznék, hogy ezt a magyar piacot hogyan lehet. Mert megint akkor ugyanoda lyukadunk ki, hogy akkor a világ másik részére akarunk elvinni jó minőségű mézet. Igaz, hogy sok pénzt fizetnek érte, de akkor meg ugyanúgy a magyarnak a ízét kell megenni a Lidl-ös mézet. Ez igazoltan csak ugye a ukrán és vagy a kínai méz miatt egy rendkívül súlyos probléma alakult ki a magyar méztermelők körében, és hogyha most akár ezekkel az egyedi módszerekkel meg sem próbálunk segíteni, akkor azt kockáztatjuk, hogy ha ezek a termelők tönkre mennek, végképp bezárják a boltot és befejezik a termelést, akkor amikor ez a következő lépés megvalósul, amit te nagyon részletesen bemutattál, nem is akarok el semmit se hozzáfűzni, mert ez úgy igaz, ahogy elmondtad, akkor már nem lesz akik, akár én csak így hívom, hogy belső fogyasztási rendszerben, vagy kosárközösségben megtermelik a magyar piacra, hiszen hogyha most ők padlót fognak, akár úgy, hogy anyagilag teljesen ellehetetlenek, akár, hogy egyébként még éppen anyagilag valahogy elvegetálnak, de annyira megtörnek lelkileg, mentálisan, idegileg a sorozatos kudarcok miatt, meg amiatt, hogy őket kihasználják. Egyszerűbben szóval lehúzzák őket, hogy nincs, aki termeljen, akkor utána ezeket az embereket nagyon nehéz lesz visszahozni a termelés világába. Tehát ezért fontos, hogy akár ilyen egyedi vagy eseti megoldások, vagy egyedi módszerekkel, akár egy rövidebb időre is megmentsük, vagy átmentsük őket annak az időszaknak, amelynek az eljövetelében mindannyian nagyon bízunk, illetőleg dolgozunk is rajta. Ezért is nagyon fontos. Én ezt csak azért mondtam, hogy tehát abszolút ez egy jó dolog. Tehát csak azért említettem azt, hogy hosszú távon, tudod, én mindig ilyen B-tervbe gondolkozom, hogy mi van akkor, ha borul a történet. És az elmúlt 5 év az mind azt igazolta, hogy amiről 5 évvel ezelőtt beszéltem 2019-ben előadásaimban, üveges szemekkel néztek rám az emberek, hogy ez teljesen lehetetlen. Az megvalósult 21-ben, 22-ben, 23-ban, és azért gyűlt össze akár a Facebook csoportomban vagy 125 ezer ember, mert egyszerűen látták azt, hogy ez nem kell nagy, hogy mondjam, jós tehetség hozzá, hanem az ember csak nézi az életet, hogy milyen irányba megy, akkor tudja, hogy ez mi fog történni, és közben föl kell építeni azt, hogy tehát kell hangsúlyt helyezni arra, hogy mert hogyha behozol egy megoldást, akkor utána az oké, megvan oldva a probléma. Akkor elfelejtjük mellette, tudod azt, hogy oké, de ez bármikor megszűnhet, mert bármikor összedől az euró, a dollár, a nincs benzin, nem tudjuk utaztatni, tehát emellett kell felépíteni, hangsúlyozni azt, hogy hogyan legyen ez a kosárközösségi rendszer, az élelmiszernek az elosztása, eladása, saját rendszeren belül. Én csak ezt akartam ezzel mondani, hogy... Ezt is támogatni akar az államnak, nyilván nem csak az egyes háztáji termelőket, hanem az ilyen közösségi kialakítását, de ehhez olyan politikai erőknek kell döntéshozó helyzetbe kerülnie, akik nem a globalista rendszer szolgálatában állnak, és nem a globalisták tenyerébe lesznek, sem a zsebükben nincsenek, sem egyéb befolyást nem tudnak rájuk gyakorolni. Hiszen valószínű, hogy az ország mostani irányító is úgy, ha más nem, 4 szem közt, vagy pár szem közt egyetértenének ezen gondolatok többségével, csak hát ők más szempontból vizsgálják, meg más szempontból nézik a világot, és az ő személyes érdekeik sajnos teljesen mások is eltérnek a mi jól felfogott, józan paraszt észre, könnyen felfogható érdekeinktől. Én közben úgy látom, hogy az időnk az kezd a végéhez közeledni, vagy legalábbis mindenképpen át kellene térnünk a
hallgatói kérdésekre, észrevételekre, hogy a hallgatóknak is legyen esélyük közbeszólni. Én kezdeném is a MCMC-nek az egyik észrevételével. A rengeteg haszonállat, vakcina és most már az mRNA-sen alapuló mezőgazdasági növények kártevői elleni védekezés milyen károkkal jár a termékek fogyasztói számára, hogyan lehetne a magyar élelmiszer egészségügyet megtisztítani az üzleti és hatalmi érdekektől, amikről már ugye nagyon sok szó esett. Én itt szúrnám az közbe, hogy valóban lehet arról hallani, hogy RNS-en alapuló növényvédelemre térnének át egyes országok a vegyszerek helyett. Ti erről hallottatok-e? Mi a véleményetek erről? Érintőlegesen hallottam, ez viszonylag új, tehát ez még az őrület legújabb fejezetei között is egy új altípus. Ha nyilvánvalóan mi ezt tűzelvasra megpróbáljuk írtani, vagy megakadályozni, tulajdonképpen a válaszban megismételhetnénk mindazt, ami az elmúlt 50 percben elhangzott. Természetesen ezek közvetlen veszélyt jelentettek az emberi szervezetre, az emberi egészségre, éppen ezért kellene tiltani bármilyen ilyen módszernek, vagy anyagnak, vagy vakcinának, vagy szernek, nevezzük bárminek az alkalmazását, mert ezek nagyon hamar súlyos károkat okoznak az emberi szervezetben, akár az emberi génállományban, melynek ugye beláthatottan következményei vannak, nem csak az egyénre, hanem a közösségre nézve is. Zoli, hát én ezeket még hallani se szeretem, szóval ilyenkor inkább becsukom a fülemet, és aztán megyek és csinálom a dolgom. Persze tudatos az ember arról, hogy mi történik, de én mindig amondó vagyok, hogy azzal kell foglalkozni, amit ma te megtehetsz. Tehát az a baj, hogy az embereknek a figyelme szétszóródik abban, hogy ez van a világban, az van a világban, csomó olyan dologgal foglalkoznak, amire nincs rá hatásuk. És közben az energia szétforgácsolódik, és az, amiben be tudnád tenni, amit mondott a teremtő energiát, ugye az István is az elején, hogy milyen fontos az, hogy amit kimegyek a kertembe, és oda beleteszem az energiát, azonnal tudom, hogy mennyi munka van abban az ételben. Nagyon-nagyon tudom értékelni, hogy az, amit megeszek, az mennyi munka volt, és hogy micsoda érték, és hogy az micsoda érték, hogy vegyszermentes, és milyen jó íze van, stb. Tehát nekünk, én úgy gondolom, hogy nem ezekkel kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy amit én ma itt megtehetek magamért, hogy ne kelljen azt megegyem, az egy másik dolog, ha az égből ránk szórják, aztán rámegy az enyémbe, és az már egy másik téma megint. De amit megtehetek, akkor az energiát ebbe az irányba kell fordítani. Aztán természetesen itt a pártpolitikában, meg a politikában természetesen ki kell fejteni az embernek a véleményét és a tiltakozásokat összegyűjteni. Tehát én ezzel mind egyetértek, csak úgy az egyénnek mondom ezt, hogy aki a saját életében nincs ráhatása, az ezeket próbálja minimalizálni, azt, hogy kikapcsolni a tévét, kimenni a kertbe, dolgozni, aztán amit eljön információ, hogy most mi van, akkor az oké, okay, de hogy szerintem nehezen rugózunk, hogy itt mik vannak, mert ez szétforgácsolja az embert egy ponton. Egyetértek. Menjünk pozitívabb irányba, akkor egy kicsit Víg Zoltánnak az észrevételét olvastam be. Sziasztok! Az ősmagokról is érdemes lehetne beszélni kicsit, mert van egy magyar ősmagbankunk, ahonnan lehet igényelni vetőmagot. Korlátozott számban, de lehet. Az ő céljuk az, hogy amit elültetsz, abból magadnak kell később kinyerni a magokat. Érdemes lehetne ezt is megemlíteni az adásban. Itt ehhez a témához hozzátenném azt is, hogy akár Sonkúti Bálint is említette az Ultrahang egyik adásában, hogy nem csak a növényvédőszereket, de már a magokat is próbálják olyan szinten manipulálni, hogy génmódosított búzavetőmagot kísérleteznek éppen, aminek már a magja nem hajt ki. Mint a mag népe, így magyarként mit szóltok ehhez? Teljes mértékben támogatom, vagy támogatjuk az ősmagbankkal kapcsolatos összes felvetést. Tehát ez tulajdonképpen kérdésben a válasz. Én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy
Nem tudom, ismeritek a Győri Győzőt. Valahol ott ő ilyen Nyíregyházán van. Ő magnemesítéssel foglalkozik. Nagyon sok előadását meghallgattam, és nagyon-nagyon tetszett, és működött az, amit mondott. Ő neki az az elmélete, hogy bármilyen magból, akár mondjuk veszel a gazdaboltba magot, azt elülteted, kinő a paradicsom, következő évben leveszed azt a magot, és visszaülteted. És pár év alatt vissza lehet a föld energiája visszanemesíti, visszarakja bele azt a programot, mint ugye a magbankok szerintem biztos, hogy hasonlóképpen működnek, de lényeg az, hogy vissza lehet nemesíteni a növényeket. Én kísérleteztem például dinnyével, görög dinnyével, vettem otból még 4-5 éve, és akkor elkezdtem azt csinálni, hogy a legszebbet meghagytam, kézilabda méretű volt első évben. Meghagytam, levettem a magot, azt raktam vissza következő évbe, és akkor elkezdett egy 3-4 év alatt lett az, hogy mindenféle műtrágya, mindenféle ilyen növesztő szerek nélkül egész nagy volt a görögdinnye, tök jó íze volt, és abszolút egy olyan élmény volt, tehát nem is tudom, nem veszel sehol olyan dinnyét, amilyen volt az íze. Tehát ez garantáltan működik, nézzetek utána Győri Győző, YouTube-on vannak előadásai, hogy hogyan lehet visszanemesíteni még az ilyen gazdaboltokban vett magokat is, mind a mellett természetesen abszolút, tehát ezeket a magbankokat, nem is magbankokat kéne, ezt minden faluban, minden embernek kéne tudni. Tehát én mindig ami vissza kell menni 200-300 évvel ezelőtt, vagy 200 év, 150 évvel ezelőtt, hogy mi volt vidéken, még az én nagyanyám is egy csomó mindent tudott. Tehát itt nem magbankokból kellene. Igen, de aztán meg kell tanítani az emberekkel, vagy vissza kell vezetni őket a bevilágot. Oktatás kell, tehát ez sajnos barátítésben nem fog megtörténni. Abszolút. Rengeteg kérdés érkezett, bár nem pont az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos. Brutyó Rozália is többek között azt kérdezte, hogy mit tudunk tenni a kötelező szűrővizsgálatok ellen. Ezzel kapcsolatban azt tenném kiegészítésként, hogy ez a saláta törvénybe beágyazott legújabb javaslat, ami kötelezné a felnőtt korú lakosságot is bizonyos szűrővizsgálatok való megjelenésre. Ugye itt a COVID időszak óta nagyon rossz emlékeket idéz, vagy ébreszt az emberben bármifajta kötelezés, hogy az oltásra kötelezésnek is érezzük, látjuk, tapasztaljuk, halljuk szinte minden nap a következményeit. Éppen ezért ugye a nulladik típusú megjegyzésem az, hogy a leghatározottabban tiltakozunk az ellen, hogy bárkit mondjuk megbírságoljanak azért, mert adott szűrővizsgálatra nem megy el. Aztán ugye felhívnám arra is a figyelmet, hogy ugye nagyon azért sem reális, amit a hatalom mond, a jelenlegi kormánypártok kitaláltak, mert sok esetben ha valaki jelentkezik saját szabad akaratából, erre helyezném a hangsúlyt, saját szabad akaratából szűrővizsgálatokra, akkor legalább egy másfél éves várólistákba ütközik. Tehát ott tartunk, hogy aki akar, aki saját akaratából úgy gondolja, elmegy mondjuk egy képalkotó vizsgálatra, és valljuk be őszintén, nincs protekciója, vagy nem megy a magánellátásba, és marad az állami ellátásban, azt sem tud elmetetni, aki akar, azt sem tudja igénybe venni. Másrészt pedig, vagy harmadrészt, ugye megfelelő, korrekt tájékoztatás után rá kellene bízni mindenkire, hogy részt akar-e venni ilyen szűrővizsgálatokon, avagy sem. Bemutatva mondjuk a röntgen vagy CT vizsgálatok esetében a szervezetre gyakorolt terhelő hatását is ezeknek a vizsgálatoknak. Ugye mi egyetlen pártként következetesek vagyunk, tehát azt mondtuk a COVID időszakban is, hogy a kötelezés, pláne bírságolás, büntetés az óriási hiba, ilyet nem szabad tenni az emberekkel, korrekt, megfelelő felvilágosítás után döntsön mindenki maga arról, hogy mit kíván, vagy mit nem kíván igénybe venni, mit vesz igénybe, és mit utasít el. Körülbelül ez a véleményünk a szűrővizsgálatok kapcsán, és az pedig egészen elképesztő aljasság, hogy bírságolnák a magyar embereket, tehát egy újabb vagyoni jellegű szankció, vagy egy fenyítés, hogyha nem mész el valahova, amire egyébként nem is nagyon van lehetőséged, mert ugye várólisták vannak, akkor majd megint több 10 vagy több 100 000 forintra megbüntetünk. Ez nem csak a mostani gazdasági helyzetben vérlázító, hanem ugye egyáltalán mondani valója meg az üzenetértéke is rettenetes.
azon dolgozunk, hogy ne történjen meg, hogy ilyen miatt megbírságolnak magyar embereket, döntse el mindenki megfelelő tájékoztatás után, hogy szeretnék egybe venni ilyen vizsgálatot, vagy sem. Abszolút egyetértek az Istvánnal, ugyanez a véleményem, hogy ezt mindenki saját maga döntse el, itt van egy önrendelkezési jog, amit nem engedhetünk a kezünkből semmilyen szinten, azt is kell vállalni, hogy valaki rosszul döntött és nem ment el. Most egy dolog viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe az egész nyomorult fogyasztói társadalmi rendszerben, ebbe a multinacionális globális rendszerben egyetlen jó dolog még nem volt, amit kényszerítettek. Tehát józan paraszti ész. Soha semmi dolgot nem akartak még, hogy az az emberiségnek jó legyen. Ha valami kényszerítve van úgy, hogy nyomják, bírságolunk, elviszünk, bezárunk, mindenfélevel fenyegetnek, az egy normális, nem egy teljesen agymosott embernek azt mondja, hogy várj, de ezt miért akarják? Miért akarják ezt? Mikor bemegyek az egészségügyi intézménybe, és akarok valamit, akkor meg nem akarnak ugye engem, ami arról szól, hogy gyógyítsatok meg, itt van egy konkrét probléma, és azt mondják, amit az Isten mondta, hogy jó, hát figyelj, majd akkor egy év múlva gyere vissza. Csomó ilyenről tudok. Akkor nem akarják meggyógyítani. Amikor valamit ők kitalálnak, amit ránk akarnak nyúlni, akkor azonnal mindenkinek nagyon fontos az egészsége. Tehát itt csak annyit mondok, hogy józan paraszt ész, intuíció, úgyis mindenki fogja tudni, akinek kell tudnia azt, hogy merre az arra, aki meg már megette ezt a süteményt, mert megetették vele, akkor az úgyis fog menni a saját feje irányába, szóval szerintem ez nagyjából így van. Itt egy újabb, hát érdekes kérdés érkezett Kiki részéről. Ez génmódosított magvak után most a génmódosított szúnyogokra térnénk át. Tudják, hogy melyik az a 12 ország, ahol szabadon engedték a génmódosított szúnyogokat? Vizsgálta-e valaki, hogy amikor ezeket a szúnyogokat a fecskék és egyéb madarak megeszik, vagy a halak, békák, mi történik velük, mi történik az állatokkal, emberekkel, akiket megcsíp ez a szúnyog. Erről nem tudom, hogy hallottatok-e, olyan szúnyogokról van szó, amit elméletileg azért engedtek ki, hogy a szúnyog populációt megfelelő mennyiségbe tartsák, tehát hogy ne engedjék úgymond túlszaporodni a szúnyogokat. Így van. Bevallom férfiasan, hogy teljesen új számomra ez a kérdés, tehát nem akarok okoskodni vagy állásfoglalni olyanban, amiről most hallottam ilyen kérdés formájában. Először mindesetre elég mélbevágó, amit így a kérdésben hallottam. Nagyon-nagyon próbálok lemaradni a racionalitás talaján, mert a téma nagyon-nagyon racionális, de ugye egy spirituális oldalról jövök. És itt most már nem tudom, hogy ne fűzzem bele ezt a történetet. Tehát itt egyébként az István is említett ezzel kapcsolatban, hogy a jólétünk, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, hogy megtenni mindent magunkért, stb. De itt a lényeg az mindennel kapcsolatban, a táplálkozástól kezdve mindennel kapcsolatban az, hogy te hogyan érzed magad, hogy te milyen rezgésen vagy, mikor kim vagy a kertben, nézd meg, hogy egész nap kim vagy a kertben, a természet vagy este bemész, hogy milyen állapotban vagy, vagy amikor jössz egy egész napi munkából, a multiból, hogy akkor milyen állapotban vagy, hogy van egyfajta rezgésszín. És itt ezek, az a céljuk ezekkel a dolgokkal, hogy ráthozzák a büdös frászt. Mert a félelem, ezek a rettegés, ezek a legalacsonyabb szintű rezgésre húzzák le az embert, és akkor vagy te fogékony ezekre. Én most tudnék történeteket mesélni órákon keresztül, hogy magas rezgésű emberekre, még amikor mérget itatnak vele, még az sem hatott. Tehát itt most mondhatnék pont egy történetet, volt a Rasputin nevezetű úriember, ugye ismerjük a történetet, ugye azt is megmérgezték, és ugye
az egy szent ember volt, elég magas látnoki képessége, magas rezgése lent. Ki volt a gukon, mert már nem tudom, hány ciános süteményt evett meg, és az még mindig énekelt, és ott el volt. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a valós dolgok, hogy nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mi milyen irányba nézünk, milyen tudatunk van, milyen rezgés szinten vagyunk, az, hogy milyen hatással van ránk, amit eszünk, a környezetünk. Pont ezt akarják szétszúzni, hogy te rettegél, hogy te ezzel foglalkozzál. Megint újra ugyanoda visszamegyek, hogy ne erre koncentráljunk, hanem koncentráljunk arra, amit mi meg tudunk tenni, és hogy hogyan legyen a mi belső jólétünk egy egész. És ehhez nagyon-nagyon segít az, hogy a természetben kint lenni, közösségben lenni, énekelni, táncolni, nem rettegni, stb. Élvezd az életet, amíg még egészségben élvezhetjük. Nagyon fontos. Utolsó kérdésként egy kicsit földhöz ragadtabb téma felé fordulnék. Ezt főleg Istvánhoz szegezném ezt a kérdést. Hajdú Árpádtól érkezett. Idén derült ki, hogy földet örököltünk nagymamámtól 20 év után, amit azóta is ingyen és jogtalanul használt egy nagy mezőgazdasági vállalat. Kérdésem az lenne, hogy tervez-e ezen jogtalan földhasználatok ellen fellépni a mi hazánk? Mit lehet ilyenkor jogilag tenni? Szörnyű, hogy nagyvállalatok ilyen szinten is kihasználják a magyar kisembereket. Válaszukat előre is köszönöm. A válasz egy része könnyű. Nyilván minden jogtalanság ellen föllépünk. A konkrét jogesetre, mint jogász, hadd válaszoljak úgy, hogy nagyon szívesen állok a kérdező rendelkezésére, és teremtse meg annak a lehetőségét, kérem, hogy megismerjem az ügynek a részleteit, mert van némi fogalmam az ingatlan nyilvántartásról, a földhasználatról, a földhasználati nyilvántartásról, és könnyen lehet, hogy egyszerű megoldást is találunk a probléma megoldására, hogyha megismerhetem ezeket a részleteket, és akkor a konkrét jogesetet remélem pozitív végeredménye meg tudjuk oldani, illetőleg számomra, mint törvényalkotó számára is komoly tanulságokkal szolgálhat egy ilyen jogeset, hiszen, hogy szokták mondani, hogy orvos a betegtől, politikus a választópolgártól tanul a legtöbbet, úgyhogy felajánlom önnek nagy tisztelettel, hogy lépjünk kapcsolatba, akár egyébként a szerkesztő úron keresztül, cseréljünk e-mail címet, telefonszámot, elérhetőséget, és megígérem, hogy a földhivatalon keresztül, meg akár az Agrárminisztériumon keresztül végére járunk ennek az ügynek, és aztán lehet, hogy egy jogalkotási normaszöveget is tudunk majd megalkotni a végén, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő, vagy hasonló esetek is megnyugtató megoldással végződjenek. Én köszönöm szépen a kérdező nevében is a segítséget. István, nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek azt, hogy itt voltatok, és körbejárhattuk itt a mezőket és a szántókat, és a témát is egyúttal veletek. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez az idő, és ez az adás mindenki számára, aki kicsit jobban szeretett volna belelátni itt az élelmiszeripar kérdésébe. Én még egyszer szeretném bejelenteni, hogy most nyári szünetre vonulunk, de augusztus végén, illetve szeptember elején kövessék a felületeinket a pontosabb időbeosztással kapcsolatba. Köszönöm nektek még egyszer a hallgatóknak a figyelmet, mindenkinek jó estét, jó éjszakát kívánok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!